Véget ért a farsangi állarcöltő. Még január végén hirdetett a Tolnai Magház online farsangi állarc készítő versenyt gyerekeknek. A kicsik által készített farsangi maszkokról és a jelmezbe bújt gyerekekről készült fotókat is várták a szervezők. Az ötletesebb állarcok készítői díjazásban részesültek. A jelmezbe bújók közül három szerencsést sorsoltak ki, ők édességből álló ajándékcsomagot kaptak. A farsang alkalmából hirdette meg a Magház a farsangi állarcöltő címmel állarckészítő versenyét. A gyerekektől vártunk saját készítésű állarcokat, illetve volt egy második kategóriája is a versenynek, ami igazából nem verseny volt, hanem jelmezes képeket is vártunk az állarcok mellé, hogy ebbe a farsangi hangulatban minél többen részt vegyenek. Ez a kiírás, meg ez a pályázat is illeszkedett a mostani járványügyi helyzet miatt meghozott intézkedésekhez. Itt is online vártuk a pályázatokat. Hát megpróbálunk egyelőre hasonló akciókat és kiírásokat szervezni, hogy azért mégiscsak működjön valahogy továbbra is a közművelődés. Több mint 60 jelentkező volt, több mint 60 képet kaptunk. Online zajlott ez a verseny, e-mailben és a közösségi oldalon vártuk a képeket az állarcokról és a jelmezes gyerekekről, amiket meg is osztottunk a Magház oldalán. A fődíjat egy első osztályos kisfiú nyerte el, aki az egyik legnépszerűbb számítógépes játék figuráját öltötte magára. A nyereménye egy kreatív képzőművészeti csomag volt, ami rajzoláshoz, festéshez, kézműveskedéshez alkalmas eszközöket tartalmaz. A következő kiírás az már egy tavaszi hangulatot fog megidézni. A Föld napjával kapcsolatban fogunk majd várni rajzokat, festményeket a gyerekektől, illetve ehhez kapcsolódni fog a felnőtt korosztályt megcélzó fotópályázat is. Őtőlük is a Föld napjához kapcsolatban ökológiai témában és a természettel kapcsolatos alkotásokat várunk majd. Más környezet, meg egy más közeg, de vannak olyan formátumok, meg olyan rendezvények, amik passzolnak ehhez a kommunikációs csatornához, meg vannak olyanok, amik nem annyira. Hát megpróbálunk azokra fókuszálni, olyan rendezvényekre, meg olyan eseményekre, amiket hozzá lehet igazítani az online közeghez. És én úgy veszem észre, hogyha sikerül eltalálnunk, megtalálunk a közös hangot az emberekkel, akkor ezek sikeresek tudnak lenni. Nehéz tervezni ebben az időszakban, mindent az határoz meg, hogy mikor nyithatnak meg a művelődési házak. Addig próbálunk továbbra is online akciókkal szolgálni a közönséget.